Székesfehérvár a kezdetektől csatlakozik az Emlékhelyek napja programjaihoz. Büszkén vállalja és hirdeti nemzeti emlékhely státuszát, kiválóan együttműködik más emlékhelyekkel, más koronázó városokkal. Kreatív és fiatalokat megszólító programokkal színesíti éves esemény naptárát. Ennek fényében a Nemzeti Örökség Intézete első ízben a székesfehérvári romkertnek ítélte oda az elismerést. Én láttam azt a programot, amiért én nagyon erősen lobbiztam Székesfehérvár mellett. Ez az élő sakkfigurákkal bemutatott történelem, amit egyébként tudomásom szerint azóta az ország különböző területére vittek. Tehát ténylegesen nagyon nagy siker, és azt gondolom méltó helyre került. Én nagyon örülök és gratulálok Székesfehérvárnak. Az egyedi készítésű herendi porcelánt az Emlékhelyek napján a Fiumei úti sírkertben adták át szombaton. Az elismerést a város nevében Cserpakovics András vette át. Az ünnepségen Székesfehérvár polgármestere kiemelte, hatalmas megtiszteltetés, hogy egy olyan város polgárai lehetünk, ami egy ilyen történelmi múlttal rendelkezik, de egyben felelősség is a ma polgárainak, hogy ápolják, őrizzék azt. Talán annak is szó lesz, hogy nyilván ez a hely a magyar nemzet történelmi bölcsője. Nagyon sok minden, amire utána büszkék lehetünk, az ebből a bölcsőből nőtt ki. És persze sajnos romos állapotban, sajnos nem eredeti megjelenésében, de most is méltóság teljes. És hát ezt mi fehérváriak pontosan tudjuk, hiszen néhány nappal ezelőtt, mondjuk augusztus 20-án Szent Istvánra legméltóbb helyen emlékezhettünk. A díjat a tervek szerint a Városházán állítják ki, így mind a fehérváriak, mind az ide érkezők megtekinthetik Székesfehérvár legújabb büszkeségét.